Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez a hétfői magyar adás, melyben riportokat láthatnak egy gazdálkodó gyergyóújfalusi családról és a gondviselés unitárius segélyszervezet baróti tevékenységéről. Mindezek előtt természetesen a múlt hét kiemelkedő eseményeiről is szó lesz. A romániai közvéleményt napok óta lázban tartja a karakali sorozatgyilkos ügye. A politikai pengeváltásokat, felelős tisztségekből való leváltásokat és utcai tüntetéseket is kiváltó megrázó eset ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy Romániában az alkotmány szavatolta élethez való jogunk sérülhet, ugyanis a hatóságok az elrabolt 15 éves lány segélykérése után 19 órával értek a helyszínre, és azóta is csak egymásra mutogatnak, hárítják saját felelősségüket. A speciális telekommunikációs hatóság, a rendőrség és az ügyészség együttműködéséről fognak tárgyalni a legfelsőbb védelmi tanács holnapi ülésén, hiszen felmerült annak alapos gyanúja, hogy a hatóságok elmulasztották megmenteni az elrabolt lány életét. Már hagyomány, hogy a Bálványosi Szabad Egyetem és diáktábor szombati napján Tőkés László és Orbán Viktor beszédet mond az érdeklődőknek. Így volt ez az idén is a 30. jubileumi táborban, ahol az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Magyarország miniszterelnöke a nemzet állapotáról, a Fidesz irányvonaláról és az európai politikáról osztottak meg gondolatokat a nagyszámban jelenlevőkkel. A beszédek végén kérdésekre válaszolva a magyar-román viszony is szóba került. Összefoglaló következik a szombaton elhangzott beszédekből. Tusnádfürdőn a 30. jubileumi bálványosi nyári szabad egyetemen, a mai nevén Tusványoson, szombat délelőtt Németh Zsolt, táboralapító, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke moderálta több ezer érdeklődő előtt Tőkés László és Orbán Viktor beszédét. Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy új erdélyi magyar egység szükségszerűségéről beszélt, de ugyanakkor az RMD ezt bírálta. A szociáldemokrata párt süllyedő hajójáról talán az utolsó pillanatban lépett le az RMDS, még mielőtt vele együtt süllyedt volna az erdélyi magyarság. A legnagyobb baj viszont az, hogy számunkra a posztnacionálkommunista román ellenzék sem kínál életre való alternatívát és megoldást. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt 30 évet úgy értékelte, hogy ezek a liberális rendszerváltás évei voltak. A jövőben az illiberális rendszerváltást tervez megvalósítani, a következő 15 évben pedig a keresztény szabadságot szeretnék kivívni. Arra a kérdése kellett miniszterelnöki és kormányzati választ adni, hogy ezeknek a magyar problémáknak a megoldása elképzelhető-e a liberális demokrácia keretein belül. És erre mi azt a határozott választ adtuk, hogy nem, nem képzelhető el. Ezeken a kereteken belül ezekre a kérdésekre nincsen jó válasz, tehát valami mást kell létrehozni. Azt mondtuk, hogy fönn kell tartani a liberális rendszerváltásból itt maradt tőkés piacgazdaság kereteit, fönn kell tartani a demokratikus jogi és politikai intézményeket, de a társadalom, a közösség szerveződési módját radikálisan meg kell változtatni. Úgy fogalmaztuk meg, hogy demokrácia igen, liberalizmus nem. És akkor itt jött a vita, hogy mi is az a valami illiberális demokrácia, régi vágású keresztény demokrácia vagy nemzeti rendszer. Minden esetre összegzésképpen arról, annak az értelmezéséről, hogy mi történik ma Magyarországon, azt megkockáztathatjuk kellő szerénységgel, hogy létrejött egy illiberális állam, és egy valódi államelméleti, politikaelméleti modell, egy sajátos kereszténydemokrata állam. Nem kell félnünk, amikor a korszellemmel szemben vállalkozunk arra, hogy egy illiberális politikai és államrendszert építsünk föl. Ezek után már csak egyetlen kérdést kell megválaszolni, akkor pontosan milyen jövője is lesz az illiberális demokráciának Európában. Erre a kérdésre persze senki sem tud biztos választ adni. De azt tudjuk mondani, hogy az európai parlamenti választás legutolsó alkalmával mindenhol azok a pártok szerepeltek a legjobban, akiket a liberális demokrácia nevében ágyukkal lőttek. A legnagyobb sikert és előretörést azok értek el, akik a
mondjuk úgy, hogy az európai politikai főáram kritikájának keresztüzében álltak. Itt van, most hagyjuk Magyarországot az 53%-ával, bár az sem kevés. De itt vannak a lengyel barátaink, itt vannak az osztrákok, itt vannak a csehek, és itt vannak az olaszok, ők lettek a legsikeresebbek az európai parlamenti választáson. Ezért szerintem az, hogy a tézis, a liberális demokrácia tézisével szemben egy antitézist, az illiberális demokrácia tézisét helyezzük nem csak szellemileg, hanem politikai program szempontjából is szembe, egy vállalható, életképes és racionális döntés. Mert csak azt a mondatot vagy szószetételt kéne megtalálnunk, amely az alapvetően negatívnak hangzó illiberális szónak megadja a pozitív értelmét. Hiszen amit elmondtam, abból nyilvánvaló, hogy fölfogásunk szerint csupa jó dolgot szeretnénk beresűríteni ebbe a gondolatba. És akárhogy is forgatom és gondolkodok, nem tudok jobb definíciót adni, mint hogy az illiberális politikának az értelme az nem más, mint a keresztény szabadság. Christian liberty. A keresztény szabadság és a keresztény szabadság megvédése. Az illiberális, keresztény szabadságért dolgozó politika az arra törekszik, hogy megőrizzen mindent, amit a liberálisok elhanyagolnak, elfelejtenek és megvetnek. Az a kérdés van még zárásképpen előttünk, hogy szorul-e védelemre a keresztény kultúra és a keresztény szabadság. A válaszom az, hogy ma két támadás is van a keresztény szabadsággal szemben. Az első, az belülről jön, és a liberálisok felől érkezik, feladni Európa keresztény kultúráját. És van egy támadás kívülről, ez a migrációban testesül meg, aminek ha nem is célja, de következménye, hogy megsemmisíti azt az Európát, amit mi Európaként ismertünk. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha tehát visszatérünk a kiinduló ponthoz, hogy van mögöttünk 30 év, és talán van még ebből a főműsoridőből 15 év, és mivel fogjuk azt eltölteni, akkor azt kell mondani, hogy előttünk álló 15 évet azzal fogjuk eltölteni, az lesz a nemzedéki küldetésünk, hogy szembeforduljunk a liberális korszeremmel és a liberális internacionalizmussal. Mert Magyarországot csak így tudjuk megerősíteni. Ez egy igazságtalanul nehéz küzdelem lesz, a pálya feléjük lejt, de meggyőzésem szerint a mi oldalunkon van az, nem minden, de a mi oldalunkon sok van abból, amit szépnek, szabadnak és igazságosnak lehet mondani, és keresztény szabadságként foglalhatjuk össze. Akkor már csak egyetlen kérdés maradt, hogy álmodunk, vagy ébren vagyunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szerintem nem álmodunk. Ez igenis lehetséges, mint az elmúlt 10 évben is lehetséges volt, de csak akkor, hogyha kiállunk amellett, amit gondolunk, és amellett, amit akarunk. Ha bátrak vagyunk, ha van bennünk vitézség, most kell a vitézség, és ha összetartunk, úgy, ahogy ennek a tábornak a hívószava mondja, egy a tábor. Nos, erről fog szólni a következő 15 évünk, és csak azzal bízhatatom önöket, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok! A beszédek után az ünnepi szónokok írásban feltett kérdésekre válaszoltak. Szerkesztőségünk egyik kérdése egy esetleges magyar-román csúcs találkozó időszerűségére vonatkozott. A magyar miniszterelnök a következőt válaszolta. A kérdés jogos, hogy miért nincsenek ilyen találkozók. Dacára annak, hogy az elmúlt időszakban a román politikai vezetőkről személy szerint sokkal kedvezőbb impulzusokat kaptam, mint azt bármikor korábban gondoltam volna. Nekem nem dolgom, hogy minősítsek, vagy értékeljek bárkit, de meg kell mondanom, hogy például a román jogrendszer útvesztői azok számunkra, magyarok számára kifürkészhetetlenek. Én már nem tudom, hogy kit miért ítélnek el, meg miért nem, meg mi itt a bűn, meg mi nem az, már nagyon nehéz kívülről kiigazodni. De azt biztosan tudom mondani önöknek, hogy a kormányzó szocialista pártnak az elnöke, amikor magyar ügyről volt szó, nehéz, konfliktusos magyar ügyről volt szó, és tárgyalni kellett, akkor velem korrekten tárgyalt, és minden megállapodást betartott. Hasonlóképpen azt kell mondanom a mostani román miniszterelnök asszonyról, akit látom szoktak lekezelően emlegetni, ez nem csak nem udvarias, ez nem is méltányos. Én dolgozok vele, tárgyalok vele, igaz Brüsszelben és nem kétoldalú keretek között, meg V4-es találkozókon, meg mindenfajta más nemzetközi fórumokon van módon vele dolgozni, és higgyék el, az egy komoly politikus, aki ha lenne megfelelő hátországa, sokkal több jót is tudna cselekedni Románia érdekében, mint amire ma képes. És egyáltalán nem ápolok közeli barátságot a román államelnökkel, de azt meg kell mondanom önöknek, hogy ha a román államelnök nem karakán, nem következetes, és nem áll ki
mert az Európai Néppárthoz tartozik ő is, az Európai Néppárt döntése mellett, amely nemet mondott a Timmermansra, hanem csatlakozott volna azokhoz, akik megtagadták az Európai Néppárt Timmermanst elutasító közös döntését, tehát ha ő nem tartott volna ki, akkor nem tudtuk volna megakadályozni, hogy Soros György helytartóra üljön ma az Európai Bizottság elnöki székében. Ebben az ő munkája benne van. A milyen kis benne van, de az ő munkája nélkül ez nem jött volna létre. Tehát én azt tudom mondani, hogy én ma úgy látom a román helyzetet, meg a román-magyar helyzetet, hogy nem föltétlenül a vezető személyek képességeivel, meg szándékaival van itt a gond, hanem úgy látom, hogy nem sikerül összerakni egy olyan működőképes politikai gépezetet, amely előkészítést, döntést, végrehajtást eredményezne. Tehát én úgy látom, hogy ma a román politika egész egyszerűen nincs döntésképes helyzetben, és ennek az oka nem a személyes képességek hiánya, hanem az állandó bizonytalanság, most éppen valami választ, illetve nem is valamilyen, hanem több választása is, egymás követő választása is készülnek, ideértve az elnök választást. Tehát azért nem tartom időszerűnek a román-magyar találkozót, azon kívül, hogy a Lászlónak igaza van, hogy keresztény szellemben egymással leülni és kölcsönösen jó szándékunkról biztosítani egymást, annak mindig van értelme. De ezentúl semmi értelmét nem látom, mert döntéseket nem tudunk hozni, és nem Magyarország miatt, hanem a romániai politikai helyzet kavarodása, kavargása miatt. Ezt meg kell várni, még leüllepedik, és megtudjuk, hogy ki kicsoda, és kinek milyen hatalma van, és kivel miről lehet megállapodni. És ha megállapodunk, kinek mihez van hatalma, hogy az be is tartsa velünk. Hát amíg ez a helyzet nem jön létre, addig a román-magyar találkozók, azok sokkal inkább protokoláris, jó szándék jellegűek lesznek, és nem pedig a nemzet építését szolgáló, meg a román nemzet érdekeit is szolgáló, kölcsönös előnyökön nyugvó megállapodások. Tehát ennek a létrehozása ma nem lehetséges, itt várnunk kell. Így vélekedik hát Orbán Viktor, aki 30-adjára mondott beszédet a Bálványosi, majd a Tusnádfürdőre költözött és Tusványosra keresztelt nyári szabad egyetemen. Szombati beszédéből pedig arra következtethetünk, hogy a jelenlegi magyar miniszterelnök még legalább 15 évig ugyanitt szeretné tájékoztatni a táborozókat, az illiberális államformára való áttérés lépcsőiről, no meg a román-magyar kapcsolatok alakulásáról. A tusványosi diáktáborról forgattunk még egy hangulatriportot is, melyet következő hétfői adásunkban tűzünk műsorra. Most pedig folytassuk egy születésnapi köszöntéssel. Boros Zoltán, a Magyar Adás zenei szerkesztője, volt főszerkesztője, és mindenkori munkatársa ma tölti a 80 évet. Ebből az alkalomból a televízió nyilvánossága előtt is köszönetet mondunk eddigi és jövőbeni munkájáért is. Egészséget és soha el nem múló alkotókedvet kívánunk neki. Zoli, Isten éltessen sokáig! És Isten éltesse az 50 éves Magyar Adást is, ugyanis lassan fél évszázada annak, hogy a román közszolgálati televízióban elindul a magyar nyelvű műsor. Igaz, volt egy 5 éves kényszerszünet, de 1990. januárjában újraindult a Magyar Adás, és azóta hétről hétre sugározza műsorait. A kerekéfordulók jó alkalmak az emlékezésre, ám még inkább a közszolgálati televíziózás jelenéről, jövőjéről szóló beszélgetésekre. Így szerkesztőségünk egész évben közönség találkozókon, szakmai fórumokon vesz részt. Az elsőt a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál keretében tartottuk, múlt hétfői adásunkban láthatták is ennek felvételét. A sort a Tusványosi Szabad Egyetemen folytattuk egy panelbeszélgetéssel. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem Jánosz Pannonius irodalmi sátora elsősorban könyvbemutatóknak, irodalmi beszélgetéseknek a színtere. Az idei Tusványoson egy vetítéssel egybekötött panelbeszélgetésen vehettek részt mindazok, akiket érdekel a romániai magyar közszolgálati televíziózás helyzete,
akik személyesen is találkozni szerettek volna az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Magyar Adás munkatársaival. Az 50 után délután címet viselő beszélgetés előadói a Román Televízió bukaresti Magyar Adásának 90 utáni főszerkesztői. A műsorvezető Györfi Áron, az Erdélyi Médiatér Egyesület portfólió menedzsere, a Magyar Adás egykori munkatársa, arra kérte Boros Zoltánt, Kacsó Sándort és Mosoni Emőkét, hogy elevenítsék fel azt az örökséget, amit főszerkesztőként is kaptak, és hogy ebbe a jelenlegi médiapiacban, nem titkolt nehéz anyagi helyzetben, hogyan tudják a folytonosságot megőrizni, éltetni. Mindhárman azokat a sajátosságukat hangsúlyozták, amelyek a Magyar Adás egyediségét biztosítja. Nevezetesen, hogy közszolgálati státusából kifolyólag senkinek nem lévén kiszolgáltatva, a témához kizárólag a szakmaiság jegyében közelíthet. És hogy bármilyen áron, az alacsony nézettség árán is értéket teremt. Hogy egyedülálló, felbecsülhetetlen archívuma van, amelyet felújítva újra a nézők elé visz. Hogy a műsorokat románul is feliratozza. Mind lehetnének sajátosságok és szempontok, hogyha nem lenne egy olyan csapat, amely ezeket kamatoztatni tudja. El kell mondanom, hogy a Magyar Adásnak nagyon jó csapata van. Nem csak munkaközösség vagyunk, hanem az adás ügye iránt elkötelezett társaság. Hiszen ennek a csapatnak már csak az elmúlt 5-6 évben is számos olyan epizódon kellett végigmennie, amit egy olyan csapat, amelynek tagjai kizárólag munkaszerződéses viszonyban állnak az intézménnyel, rég feladták volna. És hogy csak a legutóbbit említsem, tavaly novemberben mínusz fokokban dolgoztunk az irodánkban, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a Román Televízióban nem volt fűtés. Az ujjaink a szószoros értelmében rágénbe lettek a billentyűzetre, többen közülünk megbetegedtek, de minden egyes adás elkészült. Ez csak egy példa, amivel azt akarom alátámasztani, hogy az elődeinktől örökölt adás szentségét teljes mértékben magunkévá tettük, és valahogy olyan erős a kötelességtudat ezekben az emberekben, akik itt vannak egy részük, hogy arra gondoltam, hogy ezzel a társasággal még egy tessék-lássék szabotást sem tudok elképzelni, dolgozunk bármilyen embertelen körülmények között, és ez pont annyira jó, mint amennyire rossz. Biztos értitek, hogy miről beszélek. Miért fogadtad el ezt a felkérést, hogy levezesd a mai beszélgetést? Nem is gondolkodtam rajta. Én szeretem azt a gondolatot, hogy ehhez a közösséghez tartozom. Úgyhogy föl sem merült, hogy ne fogadjam el ezt a felkérést. És nagyon örülök ezeknek a találkozásoknak, hiszen 29 évvel ezelőtt kezdtem Bukarestben. Gondolkodtam azon, hogy elmondjam-e, hogy minden olyan kínzó kérdésre, amikor azonosítanod kell valamilyen fiókot, és van egy ilyen választható kérdés, hogy ki volt az első főnököd, de viszont könnyen be tudom írni Boros Zoltán nevét. És öröm ez a találkozás számomra. Kíváncsi voltam, hogy hol tart ma a Magyar Adás, és ez egy remek alkalom volt erre, hogy fölvegyem az ívet. És milyen választ kaptál a kérdésedre? Hát azt a választ kaptam a kérdésemre, hogy küzdelmes. Sajnos ez nem változott, tehát küzdelmes a helyzet, amiben a Magyar Adás van, és talán a mostani beszélgetések és a pódiumbeszélgetésünk utáni beszélgetések adnak lehetőséget arra, hogy akár közösen tovább gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne segíteni a Magyar Adás népszerűsítését, a Magyar Adás elérhetőségét. Hogyan fogadtak titeket annak idején 90-ben a Szabad Magyar Adás szerkesztőit? Tiszteltek, becsültek, értékeltek bennünket, és itt ezen a beszélgetésen elhangzott egy szó, felelősségérzet. Végig a felelősségérzet vezérelt bennünket a 90-es fordulat után is, de a Ceausescu éra alatt is. Soha nem emlékszem egyetlen másodpercre is, hogy bármely kollégám, beleértve természetesen jó magamat is, nem a felelősség érzettünk maximumán turboztuk magunkat. Most egy kicsit külső szemmel figyelsz minket. Hogy érzed, hogy hol van most nekünk a helyünk a közszolgálati televíziónak, a Magyar Adásnak? Nagyon nehéz kérdés, ugyanis. Ezt igazából csak ti tudnátok megmondani, és érvelek.
olyan hatalmas a választék a piacon. El nem tudnám képzelni, hogy én most sokszor gondoltam erre, én ha most dolgoznék köztetek, hogyha most lennék a bukaresti magyar nyelvű adás főmunkatársa, mit is tennék? Esküszöm, nem tudom. Ebben a hatalmas piaci kínálatban mit tehetek én közszolgálati médiamunkás, mit tehetek én, aki azt mondom, hogy a felelősségérzet kell, hogy vezéreljen, mert másképp nem érdemes. Nem tudom, mit tennék. Nem találnék ki, lehet, hogy ott lennék, kitalálnék, mert hiszen kényszerhelyzetben volnék, de így kívülről egyszerűen csodállak benneteket, hogy tovább tudtok dolgozni, ugyanis te is tudod, mindannyian tudjuk, hogy ebben a szakmában, hogyha nincs visszajelzés, nincs sikerélmény érzet, akkor nem érdemes csinálni. Te hogy látod ezt a mostani magyar adást, meg azt, amit tulajdonképpen újra kezdtetek ti, azt a szabad magyar adást 90-ben, amit kezdtetek? Az a magyar adás, amit 90-ben indítottunk újra, és ami tulajdonképpen a szerves folytatása volt a régi magyar adásnak, én úgy nevezem azt a magyar adást, amit 69-től egészen 86. januárjáig tartott. Nos, szerves folytatása volt, mert olyan emberek kezdték újra, akik benne voltak a korábbiban is. Néhányan a televízióba bejöttünk, és egyszerűen elfoglaltuk a szobákat, és azt mondtuk, hogy na, akkor hétfő délután 4-től 7-ig magyar adás. De más szempontból is, tehát akkor is tudtuk, hogy ki a mi célközönségünk, akkor is tudtuk, hogy és akkor is úgy gondoltuk, hogy a közszolgálatiság számunkra azt jelenti, hogy a közösség szolgálata, ami egyenlő a cél közönségünkkel, ahogy a szakmában mondják, hogy kinek célozzák ezt vagy azt az adást, milyen rétegnek. Célközönségünk nem más, mint az erdélyi magyar nemzeti közösség egyébként, amelyhez tartozunk mi is, akik ha Bukarestben készítjük a műsort, vagy ott véglegesítjük, akkor is erdélyi magyarok vagyunk, hogyha máshol, akkor is azok maradunk, vagy ha akár kimegyünk, figyelem a kivándorolt kollégákat, hogy ők visszajönnek, és ők erdélyiek maradnak, és erdélyi magyarok. Nos, a lényeg, hogy az erdélyi magyaroknak, az erdélyi magyarokról, az erdélyi magyarokért szól a magyar adás, ez a lényeg jelen van a mai szerkesztőségben. Ennek a megfogalmazását úgy is lehet készíteni, és készülnek olyan műsorok a mai szerkesztőségben is, hogy azt a románság is megértse, hogy ne a román nacionalista, sajnos nyugodtan mondhatom, soviniszta médiából és újságokból értesüljön magyar-román konfliktus előidéző eseményekről, mint amilyen az Uszbölgyi botrány volt, hanem tudja meg a valóságot a magyar adástól. Nos, a valóságot megtudni a magyar adásból, és ezért nézni a magyar adást érdemes, ezt mi megtapasztaltuk a 90-es években, amikor a román televízió egészen nagyon a tulajdonában volt, és nagyon manipuláló eszköze volt a kommunista nomenklatúra második vonalának, amely akkor átvette a hatalmat, de valahogy ez a hatalom, ez a totális hatalom nem terjedt ki épp a délutáni magyar műsorra, és ennek is megvoltak az okai, mert ahányszor ráléptek a lábunkra, visítottunk egyet. Nos, ezért ki tudtuk mondani, mert hogy szóltunk mindig, mikor bántottak bennünket, békén hagytak a főnökök, és ki tudtuk mondani a valóságot olyan eseményekről, amelyekről a román televíziónak a híradója egészen másképp beszél. Ez ma is így van, sajnos bizonyos eseményekről teljesen más mond az egész román sajtó és román média, és nagyon ritka az, amikor van egy olyan román újságíró, vagy egy olyan politikus, amely részrehajlás nélkül elmondana egy román-magyar vitában, egy józan szöveget elmondaná a valóságot. Nos, ezt most is megteheti a román televízió magyar adása,
és amit megtehet, hogy nézzék, az az, hogy olyasmit közvetítsen, és úgy közelítsen a valósághoz, amire kíváncsiak az emberek. Az emberek a valóság igazi oldalára kíváncsiak. Suntem deosebit de emoționați că ne aflăm lângă colegii noștri în acest studio al televiziunii libere, care sună așa de frumos și în limba maghiară, Szabad Román Televízió. Egy alkalom nekünk minden egyes jubileum, az 50 éves különösképpen arra, hogy beszéljünk a magyar adásról, a bennünket foglalkoztató kérdésekről, és hogy valahogy közelítsünk a nézőinkhez, a potenciális nézőinkhez főként. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a 90 utáni főszerkesztők, mi hárman leültünk, és el tudtuk mondani, hogy létezik egy folytonosság a magyar adásban. Az 1969-es intulástól napjainkig gyakorlatilag ugyanazokat a tematikákat, ugyanazt a megközelítést folytatjuk, amit annak idején az elődeink felvállaltak, és körülöttünk megváltozott a kontextus, más a szövegkörnyezet, de helye van a magyar adásnak ebben a szövegkörnyezetben is, sőt. Tehát én ezért örülök, hogy ezeket el tudtuk mondani összeszedetten, összefogottan, és úgy tűnt nekem, hogy a hallgatóság fogékony is volt erre. Sándor, szerintem te is ezt tapasztaltad, bele-bele is szóltak, tehát érdekelte őket az, amit mi nyújtani tudunk. Jó találkozni. Jó találkozni a bálványosiakkal, mert végül is ott indult, és annak idején mi ifjúsági rovatot szerkesztettünk, és akkor minket küldtek oda, tehát 90-től egészen 96-ig, míg a Fidesz hatalomra került, addig mit csináltuk? Az ellenzékbe levő Fidesz táborát, ugye utána már átvették a főnökeink ezt a kört, ugye, ezt a munkakört, és jó volt régi ismerősökkel találkozni, és levetíteni nekik azokat a felvételeket, amik akkor történtek, ugye. De 1989. decemberében a közvetlenül az úgynevezett események után jártunk Kézdivásárhelyen néhány fideszes barátommal, és akkor határoztuk el, hogy megpróbálunk bálványos fűzőnek tábort szervezni. Ezt tavaly nyáron meg is sikerült csinálnunk, és idén nyáron a tavalyinak a tapasztalata alapján gondoltuk, hogy na, akkor ebből egy hagyományt kellene, és jó lenne csinálni. Azért annyira jó érzés keresgélni egy nagy, hatalmas aranyszallagtárban, és megkapni olyan fényképeket, vagy olyan felvételeket, amikor tudjuk, hogy ott a képernyőben bemutatjuk, valaki felismeri magát. Ma is felismerted magad, igaz-e? Így van. Nem is tudom megmondani pontosan, hogy az mikori fényképe. Talán 2004-2005 környéke lehet. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes fiatalkori élmény, azt kell mondjam most már, így majdnem másfél évtized távlatában. Igen, bizonyos szempontból tulajdonképpen, ha Balassi Intézetre gondolunk, akkor valahol a kultúra iránti érdeklődés, az egyik része az természetesen a Marosvásárhelyi Alternatív, a másik pedig valahol Tusványosnak a szervezése, vagy a Tusványos szervezésébe való részvétel volt.
Igen, és ott vagyunk, mi a magyar adás az életetekben, mondhatom ezt így. Abszolút, abszolút, sőt, hát nem annyira, hogy olyan szinten ott van a magyar adás, hogy tulajdonképpen mi a médiában igazából a magyar adáson keresztül létezünk, úgyhogy nekünk ez egy óriási segítség, hiszen nagyon-nagyon sok román jön be úgy egyébként az intézetbe, hogy előtte a magyar adásból látott valamit, ami számára izgalmas és érdekessé vált, és ez tényleg egy olyan csatorna, ami azt kell mondjam, hogy megfizethetetlen marketing tevékenység. Valahogy az az érzésem, hogy nem csak azért ültél be ma a panelbeszélgetésre, mert ismersz minket és barátként tekintesz ránk akár, hanem egyáltalán azért, mert téged ez a közszolgálatiság nagyon érdekel. 2019-ben hogyan kell mi erről beszéljünk, akár egy közszolgálati intézményről, egy közszolgálati televízióról, vagy egy adásról? Én egy picit máshonnan közelítem meg, a közszolgálatiság is nagyon-nagyon fontos, de a profizmust én rendkívül fontosnak tartom. Azt, ahogyan készülnek ezek a műsorok, amiket akár a Balassi Intézetbe fölvesztek, és ami megjelenik, abban pontosan nem csak hogy a szerkesztők felkészültsége, de a fények beállítása, az operatőri tevékenység, meg minden egyéb, azok nagyon-nagyon fontosak, és egészen másképp néz ki egy ilyen televíziós műsor, mint az, amit ma már gyakorlatilag mindenki tévés, vagy mindenki videófelvételeket készít, és az Instagramon, meg a Facebookon osztja meg. Ez azért pótolhatatlan, én azt gondolom. Tehát a televíziós műfaj, akkor is, hogyha sokan azt gondolják, hogy egy picit bulvárosodott, vagy egy picit hangzatos címet, vagy hangzatos bejelentéseket kell ezen történniük, nagyon-nagyon fontos az a profizmus, amit ti bevisztek ebbe a dologba, és én azt gondolom, hogy a profizmus az, ami tulajdonképpen a közszolgálat ma már, hogy ezt megjelenítitek, és ezt ilyen formában osztjátok meg nap, mint nap a közönséggel. 50 után délután? Ó, nem délután, hogy lenne délután? Az első 50 év telt el igazából, bemelegítésnek nagyon jó volt. Most következő riportunkban egy gyergyóújfalusi biogazdaságot mutatunk be. Bányász József több évtizedes Caritas segélyszervezeti vezetői tevékenység után falusi gyökereihez tért vissza, szarvasmarha tenyésztéssel és kézműves sajtok készítésével tartja el családját. A mintagazdaság létesítésével, tejfeldolgozó műhelyével példát szeretne mutatni a székelyföldi gazdáknak és főleg a fiataloknak az itthonmaradáshoz. Szüleim is szegrővégről gazdálkodók voltak, de mindahogy szokás volt már a 70-es, 80-as években, megpróbálta minden gazdálkodó ember a gyermekét kitanítatni a mezőgazdaságból. Talán akkor azt gondolták, hogy ez a jó. Engem is elküldtek, nem elküldtek, hanem biztattak a tanulásra. Aztán én elindultam egy teológiai pályára, de abból nem lett semmi, úgyhogy az ottani tudással és szerzett kompetenciákkal a szociális infrastruktúra építéssel foglalatoskodtam a Caritasnál 23-24 évet. Csíkszeredában kezdtem, ott dolgoztam 2-3 évet, utána Gyergyószent Miklóson különböző intézmények felépítésénél háttérmunkát, segítő munkát végeztem. Iskolarendelőben dolgozom. Hát gyakorlatilag a városnak, Gyergyószent Miklósnak egy iskolarendelője van, és akkor abban, mint asszisztensnőm. És hát a munkámhoz hozzátartozik az egészségnevelés is, amit nagyon-nagyon szívesen végzek.
az utolsó terület a Caritasnál, ami előtt kiléptem volna a rendszerből, az vidékfejlesztés volt. Az AgroCaritas keretén belül megpróbáltuk a vidéki élet 21. századi olvasatát megfogalmazni, és ezt tanítani, felnőtt képzés volt a szolgáltatásaink jó része, de ehhez egy gyakorló teret is biztosítani volt, egy tangazdaság, kertészet, tejfeldolgozás és állattenyésztés terén. Én eléggé intenzíven hittem a gazdálkodásban, vissza is hallottam gyakran a gazdálkodó emberektől, hogy hát ne csak beszélj róla, tegyed is, és ez az információ, üzenet lassan annyira erősen megérintett, hogy hosszas, elég hosszas érrelés és bátorság gyűjtés után csak megérkeztem oda, hogy meghoztam a döntést. Akkor éppen egy olyan időszakban történt a váltás, amikor a gyermekeink életében is iskolaváltás történt, tehát gyakorlatilag akkor már kikerültek a középiskolából, és egyetem előtt állt mind a két gyerekünk. Sokan meg is kérdezték, hogy ez nem egy merész döntés, tehát nem gondoljuk azt, hogy majd két egyetemistát is el kell tartani, és hogy akár felelőtlenség is lehet. Az első időszakban azt hiszem, hogy ők is kételkedtek abban, hogy ez valóban jó döntés a szüleik részéről, tehát hogy részünkről ez jó döntés volt-e. De azt látom, hogy most már szinte büszkén beszélnek erről barátaiknak, és szívesen hozzák ide megmutatni a kis gazdaságunkat, ezt az életvitelt. Nem azt a gazdaságot akarom folytatni, amit valamikor a 30-as, 40-es, 50-es években abba hagytak, hanem igyekszem kitalálni, hogy ha ez a folyamat nem szakadt volna meg a kommunizmussal, akkor mit csinálnának ma egy szerves fejlődés révén. Úgyhogy átugrottunk néhány évtizedet, és akkor azt a szerzett tudást, amit Svájcból, Németországból kaptam, azt igyekszem a helyi adottságokhoz integrálni, és megjeleníteni ebbe a családi gazdaságba, amit körülvesz. A léptéke az tényleg emberi, ember-állat közötti harmóniára, jó kapcsolatra épül, és a természet pedig itt nem erőforrás, nem tőke, hanem társ, partner ebben a folyamatban. Itt mikor mise van, hallatszik, úgyhogy eléggé katolikus teheneim vannak. Hát mindig volt egy kicsi családi gazdaság, ugye egy tehenet tartottunk, vagy disznót, tyúkokat, tehát a területeket megműveltük, de nem, ez csak úgy mellékesen. Tehát. De úgy szívesen csináltam, azért volt egyfajta érzés, tehát affektív rokonszenvben az állatok a gazdálkodás iránt bennem mindig. A tehén a gyergyói vidéknek az állatformája, vagy gazdálkodási formája, nagy állattartás. Itt a fő szántóföld nem hoz, úgyhogy abból meg lehessen élni, és a tehén az, ami a fejős tehén. És ez az erdélyi tarka, piros tarka, román tarka, mindenkinek a tarkája, hegyi tarka, tehén. A szimentál ennek az alapja, a szimentáli tehén, és a helyi fajtával mindig keresztezték. Uh-huh. És ebből lett egy ilyen vegyes hasznosítású, eléggé szolid állat, ami tejet is ad, de ha húsnak használjuk, akkor annak is jó hús hozama van. Nagyon nagy szeretettel beszélsz az állatokról. Megérdemlik ők azt, hogy szeressük őket, mert ők viszont tudnak szeretni. Tehát ez oda-vissza működik. Nem. Ez nem egy tudatos folyamat, hanem ez egy érzés, ami lesz, és az ember, ha az okát kezdi keresni, akkor az talán ott van, hogy a természetből, abból a közegből vétettünk, csak mi is, mind ők, csak talán továbbfejlődtünk, vagy ez sem biztos. Nem tudom. Csak hogy gyakorlatilag ők akkor jönnek ki, amikor akarnak. Pontosan, amikor akarnak. Teljesen azt csinálnak. Délkor, amikor meleg van, behúzódnak, az árnyékba egyet lefeküsznek, kérődznek. Ha hűvösebb idő van, akkor itt vannak, kint feküsznek le délelőtt. Na most egyet esznek, egy óra múlva megint le van mindenki feküve, és akkor kérődzik. Tehát 11-12 órát naponta kérődzik a szarvasmarha. 4-5 órát alszik, amikor alusznak, akkor ki vannak nyúlva, teljesen horkolnak. Tamáska szerepel, Tamáska táncol, nézzétek meg. Egyet szerepel. Azért jött ide? Igen, gyere ide, Tamáska. Gyere ide, gyere ide. Kicsit bizalmatlani az idegenekkel. Gyere ide, Tamáska. Anyagból meg kell csináljuk ezt. Így van, még anyagot kell vegyek.
Most nem kell sok, mert deszkával megrakom, sénát, lécet, tudod, ilyesmiket, ami egy ilyen hitben van. Na úgyhogy azt majd mért fel, hogy mennyi anyag kell, hogy valahol aztán járjak utána. Mehetünk akkor az Istenbe. Itt alusznak a tehenek, ott vannak a fekvő boxok, de van, amelyik ide fekszik le, mindig nem fekszik oda fel. És ezt naponta igyekszek tisztán tartani, mert bebejönnek, és akkor richtig, hogy ide fosnak, ahol leszoktak feküdni, és ha csicse szaros, akkor az nehéz tisztán tartani, és meg kell mosni is. Így, akkor, ha tiszta az alom, akkor kevesebb munkám van. Itt van a nappali ebédlő, itt is fejem őket. Tehát az alatt, az idő alatt, amíg ők esznek, tehát ott a jászolók, de az alatt meg fejem. Egy láncot átakasztok a nyakukon, mert hanem egymás lökik. Ez egy 4 perces, 3-4 perces folyamat, amíg lejön a kő. Ő nagyon rúgott. Itt, ő mikor ide került, ide megkettem, ott van az az összekezt, ide bele kell akasztani, hogy ne tudja rogni, és akkor is úgy rúgott, alig tudtam felnyomni meg az első napokban. A kontextus ennek az egész sajtkészítésnek, ez ides tova 6-7 esztendővel ezelőtt született, még az Agrokaritásnál dolgoztam akkor is. Ott is kerestük azt az utat, hogy lehet a mezőgazdaságnak egy olyan gellert adni, ami kicsit a fenntarthatóságát, korszerűségét segíti, és egy kézzelfekvő dolog volt egy jó minőségű élelsajt elkészítése. A Stiftung Lebensqualität svájci alapítványa volt kapcsolatunk, ott annak segítségével kerestünk egy svájci sajtmestert, és egy Konrad Suter nevű emberben meg is találtuk, aki 30 éven keresztül ott ezzel foglalkozott, sajtkészítést tanított, illetve minőségi ellenőr volt ottani sajtgyárakban. Sikerült meggyőzni, idejöjjön, és azóta is évente 2-3-4 itt van, sajtkurzusokat tart, és akkor ezt a sajtkészítés folyamatát próbálom azóta is finomítani, alakítani, és mindig Konrád mester a háttérben ott van, jó konzulensként, ha valami érdekes folyamat van, felhívom telefonon, és nagyon szakszerűen elmondja mindig pontosan, hogy mire kell figyelni, ha hibák vannak, akkor azt korrigálja, és ezt az egész tudást, ami összegyűl, ezt igyekszem a lehető legnagyobb nyitottsággal terjeszteni. Járnak ide, tehát Böjte Csabától is járt ide, fiatalember, aki gazdálkodni akarta, folyamatban belekóstolhat, faluból is van néhány fiatal, aki néha bejön, megnézi, végignézi a folyamatot, segíthet. Van rá igény? Hát kevesebb, mint amennyit számítottam, de el kell jön az ideje. Remélem, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor helyére állnak a dolgok, mert most pillanatnyilag más világ van. Tehát azért nehéz ezt a kötöttséget egy mai 10 éves, 20 éves fiatalnak vállalni, ami egy gazdálkodással jár, szombat, vasárnap és reggel fél ötkor felkelni, és minden nap csinálni ezt a dolgot. Sokkal kevesebb munkával is lehet, hogy ennyi pénzt keresni, és egyelőre nem a munka, mint örömforrás a cél, hanem egyéb. Én szeretem a munkámat. Tehát, hogy így, ez nem volt kérdés, hogy én feladom. Természetesen az, hogy egy anyagi biztonság is, egy anyagi háttér, az mindenképp beleszámítódott annak idején. De én most is úgy gondolom, hogy a kettő megfér egymás mellett. Ugye én csak ilyen részmunkaidőben igazából csak kisegítem a férjemet. Paraszt sorsomnak, létemnek a sajt az csak egy mellékterméke. Tehát amiért én sajtot készítek, az, hogy ezt az életformát meg tudjam finanszírozni, mert így egy nagyobb hozzáadott értékkel tudom a táját értékesíteni. Maga a folyamat ez, hogy a technológia ez egy alpesi technológia, Tirolba, Svájcba találták ki. Nagyon finom, karakteres érlelt sajtot lehet készíteni. Teljesen természetes anyagokból készült, ebben nincsen vegyszer, kémia, tej van és terroir, amit ez a gyergyói környezet még biztosítani tud.
gyakorlatilag a szénacsinálást és a takarmánytermelést úgymond egyedül meg tudom oldani. Még elmondom azt is, hogy nagy segítsége az itthoni munkában Tata apusom, aki 80 éves kor ellenére meghazudtolja korát, és mindenben oroszlán részt vállal. Minden munkafázisban általában próbálunk részt venni. Feleségemmel egy. Nincs megállás. Hát igen, igen, igen. Tulajdonképpen én ebben nőttem fel, falusi gazdálkodó családnak a gyermeke vagyok, ugye a sarja, úgyhogy régebb is úgy tartották, hogy mindenki oda kerül vissza, ahonnan elindult. Na hát én is valamikor innen indultam el, és ide kerültem vissza nyugdíjas koromban. 10 hektáron szénát csinálok durván, és ahhoz megvan a technológia, egy egyszerű 70-es évek technológiája, és 2,5-3 hektáron pedig búzát, árpát, rozsot, tehát szemes takarmány termelek, amihez szintén megvannak a talajművelő eszközök, ekeboron a kultivátor és vetőgép, az aratást az bérmunkával végeztetem. Ez tulajdonképpen elegendő a 10 állat takarmányozására, és hogyha az idő is, jó Isten is vele van, akkor ezt az egész munkát különösebb fizikai erőfeszítés nélkül, akár biofitness ürügyén is el lehet végezni. És itt a konyhakert? Gyakorlatilag nem vásárolunk mi alapélelmiszereket. Az, ami a családra szükséges, itt megvan, és mindig friss, egészséges. A saláta, hagyma, passzúj, látom a karókat. Igen, káposzta lesz majd palántálva, minden, ami kell, különböző fűszernövények, tök, cukkini, ami borsó, minden van. Igyekszünk, amennyire lehetséges tényleg önellátóak lenni az élelmiszerellátás terén. Ez azt jelenti, hogy disznót is vágunk, tyúk, pulyka és a zöldségek, kenyeret azt pedig cseréljük sajtra. Én nem szeretném azt, hogy teljesen elhatárolódni a mai világnak a kínálatától, csak azért most már sokkal tudatosabban vásárolok és válogatom meg a termékeket, akár piacon, akár bevásárlóközpontokban. Meg hát amit nem tudunk megtermelni, olajbogyó, olívaolaj, bizonyos dolgokat azért, azt meg szeretjük, igen, és akkor azt megvásároljuk. De alapjában az alapélelmiszereket azt megtermeljük, igen. Ezen a színvonalon, amit ma mi nyugati civilizáció magunknak belőttünk, valószínűleg nem fenntartható, mert természetnek nincsenek erre erőforrásai. Úgyhogy én már nem hiszek ma a fenntartható fejlődésbe, inkább egyfajta fenntartható visszavonulásba hiszek. Alacsonyabb életszínvonallal lehet életminőséget biztosítani, és az életminőséghez nem föltétlenül pénz kell, hanem emberi kapcsolatok, természet, egészség, örömforrás, társaság, jó barátok. És ez a gazdálkodási forma is. Hát igyekszek egy olyan gazdálkodást megjeleníteni, ahol az állatok, azok munkatársak. Tehát elsősorban nem haszonállat, hanem munkatárs. Mindaddig, amíg az ők munkájukból, tejükből élek, én is igyekszek az ők, tehát biztosítani számukra azt az életfeltételt, amíg természetük szerint a legoptimálisabb. Figyelem őket is, akkor azt a viselkedésre biztosítok teret, táplálékot, mozgást, fényt, mindazt, ami szükséges. És így jó barátok vagyunk, értünk a szóból, kevés szóból értünk, ők szeretnek engem, én szeretem őket, erős. Berta, gyere Berta! Gizi, Gizi! Gizi, ő nem engedi a többit. Gizi, menj el kifelé, kifelé Gizi, menj ki Gizi! Takarodj Gizi, ögy! Náluk is van főnök? Persze, Gizi ő a főnök, és ha itt megállsz, akkor se ki se beúszta. Ő a főnök asszony, igyen. De már nem egyenes a hierarchia. Van, aki engedelmeskedik a másiknak, van, aki nem. De itt több van, mint öt. Hát őt már tinó, őt még nem fejős tehén. Tehát ő a fejős tehén, de őt most nem fejem, mert ő borjúzó. Körülbelül egy hónap múlva kell borjúzolni. Ott van Eskánk, 30 liter körüli tejet ad. Általában úgy ezt a tejhozamot tudják. Ő Boggi, igen, ő a legnagyobb teljesítményű, az, aki 40 liter fölötti tejet is adott. Ő nagyon barátságos, szereti, ha kényeztetik. Nagyon szereti, hogyha őt kényeztetik, őt meg is követeli.
És az, hogy így az állatokkal beszélsz, meg szereted. Ők értékelik, nagyon értékelik. Tehát kívánják, rendesen kérik. És ez megjelenik a teljesítményben, egészségben, mindenben. Tejhozamba is látszik. Ez az egész tejkészítés, tejfeldolgozási folyamat is tulajdonképpen egy asszisztálás a baktériumok munkájához. Nem én csinálom a tejet, a baktériumok csinálják, vagy a sajtot. Nekem az a dolgom, hogy egy kicsit az életfeltételeiket, amiket megtanultam, hogy milyen optimális életfeltételek között szaporodnak, azt szabályozzam. Hőmérséklettel, idővel, levegő, páratartalommal, biztonsággal. Mindig tisztán tartsatok. Ezt már jó elején átbeszéltük a férjemmel, hogy az a munka, amit ő fölvállal, az legyen olyan léptékű, amit ő tud egyedül a saját maga elvégezni. Illetve én fokozatosan, amiben úgy látom, vagy ráérzék, hogy miben kell segítenem, akkor oda bekapcsolódok. Na most már egyre több feladat van, unatkozni nem unatkozom, tehát gyakorlatilag most már szinte második műszakként élhetem meg ezt az itthoni feladatot is, de ugyanakkor színes és izgalmas ez az egész történet, hiszen a tejfeldolgozás nagy részt az a férjem munkája. Én először csak hobbiból kezdtem el más módon dolgozni föl a tejet, akár édes tehén túró, meg joghurt készítéssel foglalkozni, és mivel a konyhában szerettek ténykedni, ezért próbáltam újításokat is, és akkor ez már izgalmas, tehát ez az a rész, ami élményt tud okozni. És a legnagyobb élmény, amikor ezeket a termékeket barátainkkal megkóstoltattam, vagy vendégek jönnek, és ezzel megkínálhatom, tehát látom azt a lelkesedést, hogy ez jó. Tehát a visszajelzések azt igazolják, hogy tehát örömet tudok okozni másoknak is azzal, amit én teszek, és azt hiszem, hogy azért a sikerélmény az nagyon fontos az életünkben. Éveken keresztül kézzel kavartam, de aztán mivel hogy lusta az értelmiségi ember, mindig kitalál valamit. Székely ember azért nem volt technikailag fejlett, mert nem volt lusta. Egy német, egy nyugat-európai kitalált mindenféle technológiát a munka elkerülésére, és kreatívvá vált. Itt ez egy bontott villanymotor, és hozzáadaptált kavaróval ezt a kavarást meg lehet oldani, úgyhogy ezért kézműves sajt ez, mert az egész folyamatot az ember a saját tapasztalatára, igényére, ízlésére tudja alakítani, annak függvényében, hogy hosszan akar érlelni sajtot, vagy rövidebbet, friss sajtot, vagy karakteres sajtot akar készíteni. Azért ez elég pepecs munka, nem? Meg lehet kóstolni, ízletes, édes, egészen finom. Amikor ezt a döntést meghoztuk, és kilépett Jóska abból a taposó malomból, amiben benne volt, akkor valóban a szülők azt úgy gondolták, hogy akkor magunk mögött hagyunk egy olyan biztonságot, ami szinte már felelőtlenség. Szerusz, itt van Márta. Ő egy nagyon jó fejbornyú. Szerusz. Hát ő két hónapos. Két hónapos bornyú közel. De ő úgy szereti, ha kényeztetik, hogy... Milyen jámbor? Az összes ilyen? Igen. Játékosok. Most már a szülők is látják, belátják azt, hogy a mai kornak különböző útjai vannak, és hogyha erre az útra léptünk, az semmivel sem rosszabb, mint korábban. A világ eseményeinek az alakulás ugye mindenképp arra utalt, hogy miután az ipari társadalom nagyjából ugye megkezdett bukni, vagy legalábbis visszaesőben volt, hát mezőgazdasághoz kellett folyamodni, és kell folyamodni, és ezt helyeseltük mi a magunk részéről. Jó, hogy itt vannak, és csinálják igen, ezt? Igen. Végül is a föld mezőgazdasági termékből élünk. A föld tartja el az embert. Ezt figyelembe kell venni, szem előtt kell tartom. Szerintem 3 métert hagyjuk meg itt.
az a vízszintes, hogy attól felfelé lenne a fal, és az alá én bélye akarok férni. Igen. Csak így átad is vastagabb gerendát. Jó, jó. Annak a tetejére le lehet padolni. Annak le lehet majd padolni, az nagyon jó, és ott pedig akkor az a léces oldal az attól felfelé legyen csak, és lefelé akkor tömören legyen be. És tovább pedig akkor, ott pedig ott azt a kétharmad, egyharmad aránya létsz a deszka a bütűben. Igen. Tehát ez az a forma, ami talán svájci találmány, ezt is onnan kaptuk a tudást, de egy szomszéd asztalos ember nagyon ügyesen meg tudja csinálni. Nyáron a svájci parasz kiment a hegyekbe, ekkora sajtot csinált, mert több út a tej, tavasszal fogyott a tejmennyiség, rá lehetett húzni is kisebb sajtót, úgyhogy ezt lehet ebből nagyot és kisebbet is össze lehet húzni, ez bükkfából van, egyszerű bárki elkészítheti. Ezt műanyaggal is utánozzák, de a műanyagot azt csak egyszerre lehet tisztítani, a fát forró vízzel is, kefivel úgy meg lehet tisztítani, hogy baktériummentes. Ezt Németország, Svájc, mindenki ezt használják, a fa a legjobb, de uniós törvények, nem tudom milyen törvények szerint a fát nem lehet használni a tejfeldolgozásba. Tulajdonképpen a mi generációnk egy nagyon kényelmes életmódot élt. És ezt a kényelmet feladni nagyon nehéz. Na most ehhez az életformához egy olyan következetesség kell, ami bizonyos értelemben azt a kényelmet, kényelemnek a feladását jelenti, amit korábban éltünk, vagy amit megszoktunk. Azzal, hogy úgy tűnik, hogy lemondunk dolgokról, tulajdonképpen nem lemondunk, hanem egy újszerű életet tapasztalunk meg. Ma már a technika rendelkezésre áll, ma már lehet tényleg úgy szépen gazdálkodni, hogy nem nyakig ganyis az ember, nem ölte bele magát úgy a munkába, hogy nem látszik ki belőle. Ez 20 kilós súly, 30 kilós, tehát körülbelül annyi súlyjal kell nyomtatni kétszeresével a sajt súlyának. Ezen a hőfokon kellene tartani holnap reggelig, tehát azért picit lefödöm, hogy ne hűljön. Megvannak tényleg azok a nehézségek, amik egy gazdálkodó élettel járnak. Ha beteg egy állat, ha esős idő van, ha túl sokat süt a nap, ha túl meleg van szénát hányni azért, főleg, hogyha szénanáthás az ember, nem egy kellemes dolog. Szénanáthás vagy? Előfordul az is, úgyhogy. Na, tehát vannak olyan nüanszok ebben a folyamatban, ami valóban fűhajtásra kényszerít. Egy bizonyos életkor után az emberben összegyűlt némi tapasztalat, és megjelenik az alázat, mert ezt alázat nélkül ezt a feladatot nem lehet végezni. És ez az alázat egy velünk született képesség akár, de hogy ez az életforma, ez mindenképp ezt a képességet formálja, kihozza és megerősíti az emberben, mert a természettel szemben nem tudunk hadakozni. Tehát ott vagy elfogadjuk alázatosan a természeti jelenségeket, akár az esőt, akár a szárazságot, akár azt, hogy időnként megviccel és nem úgy alakul, ahogy szeretnénk, na hát ide azt hiszem, hogy alázott ki. Most egy kisebb, csinosabb sajt lett. Ez már gyakorlatilag össze van állva sajtá. Kialakul egy bizonyos rutin. Legalább tudja az ember az állagról, illatról, mindenről, hogy akkor jó úton járok-e, mert ha valami eltér lényegesen, akkor kezd keresni az okát. Húsvét előtt az öreg sajtjaim elmentek, de vannak itt a 8-9 hónapos sajtok még. Egyre nagyobb a kereslet rá. Itt naponta fordítom, élelem, kezelem őket sósvízzel, kefével, vagy tiszta vízzel, kefével, annak függvényében, hogy mit kér. Kialakul egy ilyen vékony nemes penész réteg, ez nem kell túlzott, legyen rajta. 90% feletti relatív páratartalom kell ide is egy... Hát optimális esetben 12-15 fokos hőmérséklet, most kicsivel több van. És van ennek a sajtnak egy neve? Bányász sajt, vagy újfalvi sajt, még nincs külön brand kialakítva.
majd aztán a gyerekeknek lesz a dolga, hogy ezen a téren is, ha szükséges lépéseket tegyenek. Természetes, félkemény érlelt sajt bányászéktől. Jó szándékkal! Székelyföld, ez kifejezetten vidékies, természetközel életformára van predestinálva, adott a táj, adott a kultúrtáj, amit eleink megműveltek, ránk hagytak is. Kár lenne ezt tényleg az ipar oltárán feláldozni. Egy örökség, amiben én is beléptem, azért elgondolkodtam azon, hogy hány elődeim, hány generáción keresztül vigyáztak arra a kicsi erdőre, szántúra, földre, hogy majd a következő generációnak átadják, és azt a labdát fel kell vegyem, amit nekem továbbítottak, hozzá kell tegyem a magamét, és én is továbbadjam a következő generációnak. Hogy ők felveszik-e vagy nem, azt már nem tudom, de részben az én felelősségem is, hogy milyen módon tudom ezt továbbadni. Van egy 23 éves fiunk, aki most végez, Gödöllőn Agrár Egyetemen van alapképzésen, és lányunk 22 éves, ő meg Budapesten iparművészeten tanul fotográfia szakon. Ez véletlen, tehát nem a mi sugallatunkra választotta a fiunk sem az Agrár Egyetemet, tehát az ő döntése volt, a lányunk meg az iparművészeti irányt is, és az már boldoggá tesz, hogy szívesen vannak itthon, amikor itthon vannak, akkor belekapcsolódnak, igen, a gazdaság tevékenységébe. Mennyire várjátok el az, hogy a gyerekeitek folytassák ezt az egészet? Hát az elvárás az nem explicit. Tehát nem fogalmazom azt, hogy akkor most jó lenne, hogy beállnátok ebbe a sorba, és akkor, amit én átvettem birtokot az ősöktől, hozzátettem a magamét, így tovább vigyétek, hanem inkább úgy próbálom ezt megélni, vagy úgy szeretnénk megélni, hogy ez legyen kívánatos, járható út számukra, de nem akarok itt semmi szubtilis stratégiát ennek érdekében bedobni. Mindig megmondom, hogy itt van a lehetőség, csináljuk együtt, sok öröm van benne, de az életetek, a tietek is, keresítek meg azt az útot, amit ti szívesen jártuk. Ennek ellenére, tehát amikor itthon vannak a vakáción, András ő szívesen segít az egész folyamatban, az állatokhoz nagyon nagy affinitással tud nyúlni. Tehát ő az, aki engem például megtanított fejni, hazajött vakációra, és ő mutatta, hogy kell jól feltenni a fejőgépet. Nagyon-nagyon érzi az állatnak az igényeit, és le is tudja reagálni. Anna pedig ő egy más oldalról közelíti meg, ő művész lélek lévén, ő nagyon szeret időt tölteni velük, és kényezteti őket. Ő felmászik a tehenekre, beszélget velük, ő alakítja a logót, a brandet, ahol is van egy olyan sajtom, ahol meg tudom mutatni, hogy néz ki a tejbányának a terméke. Itt van, hát ez az ő műve. Egy egészen jó sikerült logó. Most ez a nagy kihívás, hogy tényleg kitalálni, hogy lehet itt ennek a vidéknek, ennek a kultúrának, amit megörököltünk, tényleg jövőt biztosítani, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy valamit tudunk kezdeni magunkkal. Legalábbis abból azzal a hagyományjal, amit örököltünk, azt feléjük, elpocsékoljuk. Itt a falvakban is, tehát legalább 30-40% a házaknak üres. Nem lakik senki, gyerekek, fiatalok külföldön dolgoznak, hazajönnek, utogatják a jólétüket, de hogy milyen áron szerezték, vagy az meddig tart, ez eléggé szalmalánk. És meg lehet, meg tudnának élni? Meg lehet élni, az attól függ, hogy megint mit lő be az ember magának életszínvonalnak. Meg lehet tisztességes gazdaságból jól meg lehet élni. Tehát jobban meg lehet élni, mint ahogy az ember elképzeli.
csak hogy tényleg nem az iparnak termelek egy nyersanyagot, hanem hozzáadott, magas hozzáadott értékkel. Ehhez pedig fegyelem kell, egy kicsi plusz tudás, hozzáállás, de ugyanakkor ez erőforrás is. Én nekem ez élmény tud lenni, illetve ahogy látom az elmúlt időszaknak az eredményét, ezt az eredményt akár anyagiakban mérjük, akár lelkiekben, azt mondhatom, hogy bátran bele lehet kezdeni. Igen, az jó, hogyha valakinek fontos, hogy ezt a biztonságot magáinak tudja, akkor nem föltétlen kell föladni a munkahelyet, de azt gondolom, hogyha most már az következne, vagy bekövetkezne, hogy ilyen döntést hozzak, akkor azt is fölmerném vállalni. Tehát most már érzem azt, hogy igen, meg lehet élni ebből a munkából is, tulajdonképpen csak a hozzáállásunkon kell változtatni. Ennek tényleg egy érdekes finom. Vagy hogyha megpróbálod, nézd meg, ez baracklekvár, meg kecsernilekvár. Most olyan helyre meg, hogy ínyercsének én is viszek. Amilyen van olyan. Jó. Na. Hát ez az alapsajt, ez most 6 hónapos. 6 hónapos sajt ez? A körül igen, ami fent van. 5, 5, 5, 6, nem tudom, mert nem. Na, ez van fent. De hozok fel, ha öregedtek. Innen 2 félét vittük, 2 különböző korút. Otto. Na, akkor abból mind a kettőből kérek egy darabot. Az egyik, és akkor hozzá egy öregebbet. Úgyis nem volt fönnöleg sajtunk. Jó. Ide azért kell fizikai erő is. Itthonról el kell ez a sajt. Pillanatnyilag amennyit behozok én a pincébe, annyit el is tudok adni. Bejönnek emberek, barátok. Facebook az a millió, ahol én egy kicsit népszerűsítem a magam módján. De el kell, tehát eteti magát, ha valaki megkóstolja, visszajárra. Na, köszönöm szépen! Mi köszönjük! Köszönjük szépen! Jó találkozás! Viszontlátásra! A kis jövedelmekből ugye kis léptékben, de ugyanakkor haladunk, és hát ha majd sikerül, és látom én, most már tudom, hogy sikerülni fog, és nem is kell nagy távlatokban gondolkodni, szerintem ez már nagyon a közeljövő része, hogy befejezzük azokat a simítgatásokat a gazdaság körül, amikor már azt mondom, hogy nem azzal kell foglalkozunk, hanem akkor már az emberekre tudunk figyelni és bevonni őket. Érzékelek egyfajta érdeklődést, kíváncsiságot, nyitottságot, főleg a városi közegben, a gondolkodó értelmiség emberek körében erről az életformáról. Azért beszélek én nyíltan arról, hogy ez nem egy parasztromantika, mert úgy is meg lehet közelíteni, hogy milyen szép ez a munka, de tényleg megvannak a nehézségei, de ezek a nehézségek adják meg a savát, borsát, ízét az egésznek. Nem föltétlenül kell az ember mindig könnyű életformát válasszon, mert az egy belső feszültséget, frusztrációt, elégedetlenséget okoz, és mondják a régi öregek is, hogy a kutya is a jó dolgába veszett meg a mai világnak ez a nyavajája, hogy ha nincs okunk, akkor keresünk a nyavajgásra. Hát szeretnénk egy ilyen, hogy is nevezzem, egy ilyen kis mintagazdaságot létrehozni, ahova bárki bejöhet, bekopoghat, megnézheti, szívesen elmondjuk a tapasztalatainkat, az indulástól a jelenig. Itt kell megteremtsük azt a paradicsomot, amit valamikor ős atyáink, ős szüleink elveszítettek, és ehhez az út, az a természet közeliségen, implicit módon a gazdálkodáson keresztül is vezethet. Amiből nem mellesleg szépen meg is lehet élni, és életminőséget biztosít. Jó ez így. Nem kell ennek az inger gazdag cifra világnak minden részét kipróbálni, vagy ha ki is próbálja az ember, legyen elég bátorsága, hogy hasonlítsa össze a természettel, és azt nem bútolja semmi. Én is megjártam minden lehetséges utat, de itt érzem magam a legstabilabban, tehát úgy érzem, hogy most Anteuszként két lábbal a földön vagyok.
Az előbbi riportot tavaly nyáron készítettük, de a múlt héten is jártunk a tejbányában, ahol a gazdaoktatást is elősegítő projekt megvalósításán dolgoztak helyi és magyarországi fiatalok. Egy kultúrcsőrnek nevezett közösségi építmény tető alá hozása a cél, és egy későbbi adásunkban tűzzük műsorra az erről készült riportot. Önkéntes munka és a szabadidő feláldozása ismerős lehet mindazoknak, akik civil szervezetben tevékenykednek. Teszik ezt a Baróti Unitárius Segélyszervezet önkéntesei, meghonosítva vidékünkön is a támogatói kultúrát. Egy tavasszal készült riportunkat sugározzuk újra annak kapcsán, hogy július 31-én, vagyis holnap után jár le a 2%-os adófelajánlás határideje. És egy kis statisztika. Az elmúlt években Romániában a kereső lakosság legtöbb 40%-a ajánlotta fel jövedelemadója 2%-át valamelyik civil szervezetnek. Ami az erdélyi magyar szervezetek tevékenységeit illeti, ezek közül látványosan kiugrik a kultúra, a közművelődés. Második helyen az oktatás és a kutatás áll, a szociális segélynyújtás az ötödik, a jogvédelem a hatodik sorban. Az utóbbi kettőt nagyon kevés szervezet vállalja fel. Az erdélyi történelmi egyházak mindegyike fontosnak tartja a jótékonyságra való nevelést és ennek gyakorlását. A Magyar Unitárius Egyház gondviselés segélyszervezete a nehéz helyzetben levőket segíti. Egész erdővidéket lefedő szociális és társadalmi tevékenységükről, a közösségszolgáló hivatásról kérdeztük a háromszéki fiók szervezet baróti munkatársait. A Magyar Unitárius Egyház gondviselés segélyszervezete a 2005-ös nyikomenti árvíz folyamodványa, szövődménye, tehát azután alakult meg, és azóta 2007-től most már 5 fiók szervezet is működik Erdélyben, illetve Magyarországon. A sors úgy hozta, hogy a környezetemben egy volt osztálytársnőm gyereke volt leukémiás, műtétre kellett pénzt gyűjteni. Ebből később a mozgalom lett Erdővidéken, Erdővidéki Összefogás napok néven 5-6 alkalommal is szerveztünk egynapos akciókat, amikor erdővidéki kötődésű művészeti csoportok léptek fel, erdővidéki kötődésű képzőművészek ajánlottak fel alkotásokat, amelyeket elárvereztünk, és így próbáltunk meg minden, hát sok-sok különböző esetben segíteni. Ugyanakkor voltak olyan esetek, amikor árvizek vagy tűzesetek is vannak, vagy még más különleges történetek is voltak, amikor helyi erőből nem tudták megoldani azt az esetet, és segítségünket kérték. Én is, a férjem is szociálisan érzékenyek vagyunk. Én személyesen egy nehezebb családi élethelyzetből jöttem, ahol megtapasztaltam, hogy milyen lent lenni, és emiatt sokkal empatikusabb, érzékenyebb vagyok, és emiatt választottam a szakmámat is, ami szociális munka, és gyermekvédelemben dolgozok ezen a területen, és akkor ebből már így adódott. Mit jelent az, hogy nehéz helyzetből jöttél? Azt jelenti, hogy szüleim elváltak, és édesapám alkoholista volt, és emiatt azért megtapasztaltam a családom belüli erőszakot, és voltak kellemetlen napjaim, éveim, mondhatom. Jobban meg tudom érteni az embereket emiatt, hogy megtapasztaltam én is a nehéz helyzeteket, és akkor tudom, hogy ők körülbelül mit éreznek, és akkor igyekszem mindig onnan segíteni, ahol ők vannak. Tehát nem a sajnálat van bennem, hanem az, hogy lehet ebből kimozdítani, hogyan lehet egy kicsit jobbá tenni az életüket. Más már több mint 2 évtizede mindig olyan helyen dolgoztam, ahol sok emberrel volt dolgom, művelődési háznál voltam, művelődés szervező, dolgoztam bankban is, képviselőiroda vezetőként is 8 évet tevékenykedtem. Így sok-sok embert ismerek, ezek a hálózatok egymásra rakódtak, és tényleg minden erdővidéki településen, hogyha valamire szükségünk van, tudom, hogy kit kell megkeresni, kit kell megszólítani, hogy segítsen. Félállásban vagyok alkalmazott a gondviselésségi szervezetnél. Mi a te feladatod? De az én feladatom, hát eléggé tágfogalom, ez így majd nagyon sok mindennel foglalkozzuk. Tehát az önkéntesek toborzása, az önkéntesekkel való foglalkozás, a gyűjtések, megszervezések közösen a többi kollégánkkal, úgyhogy munkatársunkkal. Ezek prevenciós előadások szervezése iskoláknak, például most volt, ami nagyon jól ment, és nagyon nagy szükség van mindig az alkohol
az alkoholizmusról egy olyan személynek a beszámolója, aki személyes vallomást tesz. Ő nagyon sokáig volt alkoholfogyasztó, most leállott és ilyen prevenciós előadásokat tart. Őt hívtuk meg erdővidék iskolánkba, és most még mindig kérik az iskolák ezt, mert ez egy nagy probléma a mostani diákoknál. Amellett drogprevenciós előadások voltak szervezve, akkor az önkénteseknek különböző táborok, kalákatáborok szervezése, úgyhogy van két kalákatáborunk, az egyik az az országos, ami egy hétig tart, az a minden évben van megszervezve, augusztus vége és szeptember első felében, mindig más-más régiót nézzünk ki, ott a tavaly több mint 80 fiatal vett részt, és ezeknek a toborzása, hogy ezeknek a fiataloknak, hogy részt vegyenek, ott a munkák leosztása, olyan idős személyeknél vannak ezek a fiatalok, és dolgoznak, akik egyedül élők, rászorulók, ez teljesen önkéntes alapon megy, a fiatalok semmit csak kapnak a köszönömön és a mosolyon kívül, úgyhogy ez az ő fizetségük. De egyre népszerűbb ezek a táborok, és erre felbuzdulva megszerveztük már a második alkalommal a háromszéki regionális tábort is. Ez egy négy napos tábor, nem egy hetes, mint az országos. Ez is nagyon jó, tehát több mint 50-en voltak a háromszékibe és a regionálisba, úgyhogy egyre a fiataloknak egyre vonzóbb ez a tevékenység, meg ezek a dolgok, hogy segítsenek olyan embereken, akik tényleg rászorulók és egyedül élők. Régen a székely közösségekben mindig közösségen belül megoldották azt, hogyha valaki bajban volt, de akár a házépítést is kalákában. Tehát ugyanez az érzés most is megvan az emberekben, és ha van egy hiteles történet, ami kellőképpen van tálalva, leírással, fotókkal, hiteles emberek állnak mellé, akkor nagyon könnyen és rövid idő alatt megtapasztaltuk többször, hogy összegyűlnek azok az összegek, amire szükség van. Gyűjtünk húsvétkor és karácsonykor, gyűjtsük be, három üzletnél gyűjtünk itt Baróton, amellett pedig minden nagyvárosban vannak gyűjtések, tehát nálunk egy olyan 30 önkéntesből álló csapat gyűjti, és azokat akkor utána elvisszük, felleltározunk mindent, utána vesszük a listát és nézzük településenként, hogy hány olyan személy van, hány idős, hány több gyerekes családos van, és akkor úgy osszuk el a csomagokat, és ki is szállítsuk ezeket mindig az ünnepek előtt, hogy megkapják azok a személyek, akiknek megérdemlékeztet és tényleg rászoruló személyek. Én részt szoktam venni az adománygyűjtésben is, a csomagok kihordásában is. Voltam a hajléktalan szállón is melegételt kiosztani a hajléktalanoknak, viszont ami a szívemhez közelebb áll, az a fiatalok, az önkéntesek segítése. Úgy érzem, hogy ott jobban megtalálom a helyem, így a kalákatáborok is az önkéntes nap alkalmával szoktunk ilyen interaktív csoporttevékenységek szervezni, ahol segítsük a fiatalokat úgy az önkéntes munkában, mint az önismeret, társismeretben is egyaránt, és hogy tudják valójában, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, hol a helyük az életben, és hogy miért is jó valójában önkéntesnek lenni. A segélyszervező munka során történnek olyan egyedi, különleges események, amik egy életre megmaradnak. Egy vargyasi eset során történt, amikor egy agydaganatos vak gyereknek műtétjére gyűjtöttünk. Császár Istvánkának hívták, Isten nyugtassa, szegény nem él már. És a szülőkkel egy héttel az esemény előtt beszéltük meg, hogy erre a határidőre 100 millió lejre van szükség, és hát egy egész napos rendezvény során koncertek, licit előadások voltak mindenféle, és a nap végén, amikor a szervezőcsapat összeült és a pénzt megszámolt, akkor hát lejre 100 millió lej volt, és azt az érzést soha nem fogom elfelejteni, amikor az édesanyának odaadtam aznap este, hogy no, itt van a 100 millió lej, amit szükségük van. Segítettünk olyan gyereken, aki nem látott jól, tehát kiderült, hogy neki szemüvegre lenne szüksége, viszont a szülei nem tudták megvenni neki a szemüveget, és amikor feltette a szemüveget, és örült annak, hogy milyen jól lát, akkor igen, hát olyan jó melegség töltött el a szívem, mert hálás voltam ezért a pillanatért. De volt még sok hasonló. Ürmösön egy édesanyja és a négy gyereke maradtak Árván, és ott fordultak azzal, hogy bármilyen segítséget meg tudjunk nyújtani. Most az egyik szervezeten keresztül sikerült a gondviselésnek elrendezni azt, hogy egy éven keresztül kapják a kenyeret. Ez tehát akkor másféle segítség, például a leégett házak sajnos, úgyhogy ezekkel a segítségekkel is hozzánk fordulnak erdővidéken.
akkor ütköztünk olyan problémával, hogy egy idős néni megkeresett, hogy kimeszeljük a házát. Akkor most például van egy olyan, hogy a tavasszal szeretne egy édesanyja a három gyerekkivel, ő kémény szeretne rakatni, mert hogy úgy van megoldva a házban, mindig még a tüzelés, hogy síppal van kivezetve végig, és az tűzveszélyes, és szeretne most egy kéményt rakatni, úgyhogy csak az anyagi lehetőség ez nem gyújt neki ilyent, és ebbe kért most segítséget tőlünk ilyen téren. Mindig tudtok segíteni? Nem mindig. Tehát nem mindig. Ezt kell tudni, hogy nem mindig tudunk segíteni. Megpróbálunk mindenféleképpen, de nem mindig tudunk. Úgyhogy ez függ anyagi keretektől, függ embererőtől, függ főleg, úgyhogy hogy mennyire vannak önkéntesek, mozgatható emberek, úgyhogy hisz mindenki olyan téren önkéntes, mindenki a szabad idejét áldozza fel, és úgy segít a másokon. Amikor megkeresnek, az első az, hogy hát leellenőrizzük mindenféleképpen, hogy minden úgy van-e, helyszínre megyek, elbeszélgetek a családtagokkal. Ha orvosi esetről van szó, akkor van egy baróti gyerekorvosnő, akinek mindig szoktam a tanácsát, a segítségét kérni. Újságíró barátaim is vannak, akiket meg szoktam kérni, együtt megyünk el, én elbeszélgetek a családdal, ő közben jegyzetel, és akkor megírunk egy felhívást, leírjuk a történetet, szépen fotót készítünk róla. Mikor nagyobb esetekről, nagyobb összegekről van szó, akkor külön Facebook csoportot is szoktam létrehozni, a tűzesetekben mind a két alkalommal volt ilyen. Igyekszünk minél nagyobb nyilvánosságot adni a történetnek. Én hosszú távon gondolkodom, én úgy szeretném csinálni, hogy egy következő alkalommal is, ha megkeresnek, akkor ezt tudjuk végigcsinálni. Az ember a becsületét csak egyszer tudja eljátszani, igyekszünk vigyázni rá és ápolni. Könnyű az embereket meggyőzni, hogy segítsenek? Hát nem annyira, úgyhogy. Tehát függ, az emberektől függ, úgyhogy mennyire felfogástól. De például a fiatalokat, én nagyon sokat dolgozok fiatalokkal, és a fiatalokat azokat könnyebb meggyőzni, hogy segítsenek, és egyre kaphatóbb a fiatalabb generáció ezekre a ilyen téren. Én úgy érzem legalábbis. De tényleg emberektől függ, hogy mennyire lehet. De amiben ütközünk, azok például a kalákatáboroknál ütközünk olyan problémákban, hogy ez úgy lehet a székelyföldi embereknek a makacság, hogy félnek attól, hogy beengedjenek valakit a saját életébe, hogy azt segítsen. Ő azt veszi, hogy szégyen. Tehát ütköztünk a problémában, hogy a néni nem engedte a fiatalokat, hogy összehasogassák a fáját, és elrakják, mert ő szégyeli azt, hogy mit mondnak a szomszédok. És ez a hét elején volt, hétvégére pedig már ő is belátta azt, hogy igenis szüksége van, hiszen mellette lévő szomszédnál ezt megcsinálták a fiatalok, és mennyire boldog volt, és akkor hétvégére nála is megcsináltuk, összevágtuk fát és elraktuk. Annyira boldog volt, hisz egy kevés nyugdíjból ezt, hogy a téli fáját megvásárolja, összevágas, elrakas, ezt nagyon nehéz ezt megoldani. És akkor ezt a fiatalok nagyon sok helyen megoldják, vagy a takarítást is például. A konkrét adományokon kívül van egy olyan lehetőség is, hogy az embereknek az adójuk bizonyos százalékát hozzátok eljuttassa. Így van, hát Romániában már 15 évvel működik az, hogy 2%-ot civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, illetve egyházközségeknek is fel lehet ajánlani. Most egy kicsit az idén az volt az érzésem, hogy mintha az állam azt akarná, hogy minél kevesebben tegyék meg ezt, mert hogy több mint két hónappal megrövidítette azt az időszakot. Eddig május 25-ig lehetett leadni, most március 15-e a határidő. Úgyhogy ezúton is biztatunk mindenkit, hogy támogassa az egyesületeket, egyházakat, illetve civil szervezetek vezetői szedjék össze magukat, és az elkövetkező rövid időszakban a kampányukat végezzék el. Az idéntől van egy ilyen plusz lehetőség, hogy a akkreditált tevékenységgel rendelkező szociális tevékenységet végző civil szervezetek 3,5%-ot is kaphatnak. Mi erdővidékiek a Háromszéki Fiók Szervezetnek a részeiként működünk, de hosszú távon az elkövetkezőkben reméljük, hogy majd eljutunk egyszer egy olyan szintre, hogy Erdővidéken külön fiók szervezet jöjjön létre. Elsősorban egy székhelyre lenne szükségünk ehhez. Jelen pillanatban a hátizsákban van az irodám, és a gyűjtéskor is nagyon nehezen tudjuk megoldani a csomagolásoknak a helyszíneit. Na, hát ez például az utolsó tűzesetnek a mappája. Itt vannak azok a 18 település, ahol gyűjtés zajlott, az összegek, illetve azok, akik részt vettek az önkénteseknek a nevei gyűjtésben, és akkor utána településenként, hogy kik Bardocról 4000, Bibarcfalváról 4500,
és közel 3000 ember. Itt is osztálytársak gyűjtöttek, mert szinte 5000 lájthoztak, látszik. Nos, ezek az emberek olyanok, akiket egy következő akció során 50-70%-ukat megint lehet mozgósítani. És van köztük olyan is, aki egy előző esetben neki gyűjtöttünk, és vannak olyanok is, akik így önként jelentkeznek ilyenkor. Úgy érzik, hogy vissza kell adjanak belőle, és én ezt értékelem a legjobban bennük, azt szeretem. Az előbbiekben bemutatott listák a segélyszervezet talán legsikeresebb gyűjtését dokumentálják. Nagyon gyorsan összeszedték egy leégett házárát, átadták a károsult Elek családnak, akik nem sokára hozzáfoghatnak miklósvári otthonuk újjáépítéséhez. December 2-a hajnalán történt a baleset. Éjjel 4-1 fele, még a jóformán elsavultunk illetaluva. És akkor egy utonjáró költött föl, hogy ég a ház. Mi aludtunk normálisan, és akkor úgy vettük mi is figyelembe, hogy mi a történet történt, és amire a tűzoltóság, minden, ami olyan volt, ki tudtam tiszta egyedül az én erőmmel hordani, a többi meg vendéget mindenféle. Életet nem követelt, ez a legfontosabb. Az életet, ha elveszik, azt visszahozni nem lehet, de ha valami olyan történik, azt még valahogy az ember úgy csinálja, hogy jó legyen, fölépítsük, akárhogy is felépítsük. És mikor fognak hozzá az építkezéshez? Hát a jóisten megengedi, én azt is akarnám, és úgy is lenne jó, hogy ha az idő helyreáll, azonos percek alatt nekiállanánk, hogy valami látszódjon, hogy tevékenykedünk, mert kicsit furcsa látvány, hogy csak a háznak az alapja. Ha ezentúl olyasmiről hall, hogy valaki más bajba került, fog ön is segíteni? Kérem szépen, biztos igen. Biztos igen, mert nekem is jól esett, és jól esik, még mindig, aki jön, segít valamivel, és én is azt tudom mondani, én is visszasegítem akármivel, 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 úgyhogy nem vagyok olyan rossz lelkű, nem vagyok olyan, nem tudom, hogy magyarázzam, de én ezt szeretem, hogy valaki segített rajtam, én visszasegítem. Úgyhogy, és a Isten kérem, hogy mindenki azt érezze, amit én érzek, mindenki utána, aki rajtam segített. Amúgy kérték a segítséget, vagy jöttek a gondviseléstől maguktól? Zoltán volt, aki idejött. Ő volt az első, amelyik idejött, és ajánlkozott, hogy segíteni fognak. Az elmúlt időszakban talán ekkora, ilyen átfogó gyűjtésre nem is került sor erdővidéken, tehát több mint 50 személy 18 településen két hét alatt járt a falut, és 5 lejektől egészen fel több száz lejes adományokig gyűjtöttek. És el kell mondjuk azt, hogy az újságban levő felhívásoknak, a Facebookon való hirdetésnek köszönhetően Sepsiszentgyőről építészmérnök is jelentkezett, aki tiszta ingyen elkészíti az újháznak a tervét, és a topográfus is kedvezményes áron végezte el a felmérést, és Svájctól elkezdve hívtak ajtókat, ablakokat ajánlottak fel, másonnan több zsák cement adomány érkezett, és sokan vannak olyanok, akik kétkezi munkával, tehát Barótról is van olyan, aki villanyszereléssel foglalkozik, és megígérte, hogy majd az összes vezetéket ingyen majd be fogja rakni a házba, illetve olyan vízgáz szerelő, aki a fürdőszobát fogja majd kedvezményes áron beszerelni. Tehát nagyon sokan jelentkeztek, bútorokat ajánlottak, tehát 3-4 házat is be lehetne bútorozni, amennyi ajánlat érkezett. Természetesen mi annyit fogadunk el belőle, amennyire szükség van. Ezt itt a régi házra rajzolta rá. Ugyanaz a beosztása, mint a régi épületnek volt. Itt van olyan rajz is, ami... Itt van, de ezt keresem már csak. Itt van. Itt van egy szín, és ezt jobban lehet látni, ha úgy. Miért csináljátok? Mert azért ez egy csomó plusz munka a sok minden más mellett. Hát nekem olyan egyszerű azért, mert hogyha jót teszek valakivel, akkor hát egy kicsit szebb lesz a napom. Ezáltal sok pozitív visszajelzést is kapok, de hogy valójában olyan jól érzem magam tőle. Én nem is sokat gondolkozok ezen, hanem csak úgy érzem, és akkor ilyen ösztönösön teszem.
hogyha tudunk segíteni, akkor lehet, hogy egy pici önzés is van a történelme, de kimondhatatlanul jó érzés az, hogyha az ember meg tudja egy olyan gondot oldani, ami a legtöbb ember azt mondja, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, és ha meg tudom csinálni, akkor nekem az jó érzés. Úgy tapasztalom, hogy jót tenni mindenki lelkének jó, és azáltal egy jobb embernek érezni magát, úgyhogy igen, nagyon sok pozitív tapasztalatom van ezen a téren. Az előbbi riportunkat még márciusban készítettük. Azóta a miklósvári Elek család új házatető alá került, az elmúlt hetekben pedig egy bibarcfalvi tűzkárosultnak gyűjtöttek adományokat. A gondviselés segélyszervezet háromszéki fiókszervezete továbbra is odafigyel a bajban levőkre. Munkájukat érdemes támogatni. Például jövedelemadójuk egy részének felajánlásával. Az eddigi esztendők gyakorlatával ellentétben idén először március 15-ére tették a felajánlást határidejét, amelyet később kormányhatározattal július 31-ére módosítottak. Vagyis szerdáig még felajánlhatják jövedelemadójuk 2, illetve 3,5%-át valamelyik civil szervezet vagy egyházközség számára. Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor ezek az összegek az országos költségvetésbe kerülnek. Azonban, ha valamelyik helyi egyesületet, egyházközséget támogatják adójuk 2%-ával, akkor helyben kerülnek felhasználásra is valami milyen közügyet szolgálnak. Űrlapokért forduljanak a civil szervezetek, egyházközségek vezetőihez. A kitöltött éveket személyesen, illetve ezen szervezetek képviselői révén lehet leadni vagy postán eljuttatni a lakhely szerinti pénzügyi hivatalhoz. Kedves nézőink, mai adásunkban beszámoltunk Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszédéről, és összefoglalót láthattak az ugyanazon a helyszínen megtartott szerkesztőségünk fennállásának 50. évfordulóját méltató szakmai beszélgetésről. Ellátogattunk a gyergyóújfalusi tejbányába, és az előbb megismerhettek egy pár lelkes baróti önkéntest is. Ismételten felhívom figyelmüket arra, hogy rögzített riportjainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapunkon, és további információ szolgálunk műsorainkról a Magyar Adás nevű Facebook profilunkon. Holnap délután pedig újra Magyar Adás itt, a Közszolgálati Televízió 1-es csatornáján. Addig is a viszontlátásra! ...1616-ban jelenik meg nyomtatásban élete főműve, az új gépek, amelyben újszerű gépeket és technológiákat ismertet. A bevezetőben a kortársak meg nem értésétől, gáncsoskodásától tartó feltaláló szólal meg. Tisztában vagyok azzal, hogy a többség, aki látta, sőt, csodálatra méltónak ítélte ezeket a gépeket, később leszólja majd, és közönségesnek tartja őket. Mi bábosok mindig mesélünk a gyerekeknek is. És itt 7 ember mesél különböző pici történeteket, amik nagyon egyszerűek, de mégis olyan filozófiájuk, és olyan költészetük, és olyan érzékeny szövegek, hogy úgy éreztem, hogy akkor most vágjunk bele. Egy merész húzással ezt választottuk.